A szorító 8-ast fogjuk megkötni. Helyezzük a kötelet fordított U-alakban magunk elé. Alakítsunk ki egy vízszintes szárat, majd a baloldali szabad szárat fordítsuk rá a vízszintes szára, ezáltal létrehozva egy húrkot. Utána a jobb oldali szabad szárat fordítsuk alá a vízszintes szárunknak, és ezzel létrehozunk még egy húrkot. Így kaptunk két húrkot egymás mellett, majd tegyük őket egymásra. És készen van a szorító 8-as. A szorító 8-ast használhatjuk a kormányrút fixálásához is. Először is a kötél végét kössük a farbikához egy pásztek csomóval. Majd a kormányrúdra egy szabad kézben megkötött szorító 8-ast rakjunk. A kötél másik felét pedig a másik farbikához kössük le egy már megtanult kikötő csomóval. Dobjuk át felülről a kötelünket a bikán, majd keresztezzük önmagával, húzzuk vissza a szabad végét, és ahol a két kötél keresztezte egymást, fűzzük oda be. Majd húzzuk szorosra, és készen van a szorító 8-asunk. A szorító 8-ast a pufferek rögzítésére szoktuk használni. Kezdjük úgy, hogy egy pásztek segítségével rákötjük a kötelet. Majd engedjük le a puffert a hajó mellé, és a kötelet a relingen átvetve kössük meg a szorító 8-asunkat. Azért ajánlom ezt a csomót, mert könnyen lehet a puffer magasságát állítani vele. Feljebb húzhatjuk, illetőleg könnyedén le is engedhetjük a hajó mellé. Fogjuk meg a kötelet fordított U-alakban magunk előtt, majd a jobb kezünkben lévő szárat fordítsuk a bal kezünkben lévő alá, és helyezzük rá a csörlőre. Így kaptunk egy csatot. Innentől kezdve már csak a jobb oldali szárral fogunk dolgozni, ezt fordítsuk saját maga alá, így megkaptuk a második csatunkat is, és helyezzük rá a csörlőre, majd húzzuk szorosra. Készen van a szorító 8-asunk. Szorító 8-ast a kikötéskor is használhatjuk, csinálunk egy csatot, rádobjuk a kikötőbakra, csinálunk még egy csatot, és rátesszük az előzőre, és meghúzzuk.